Köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 32. Zsoltár első versét. 32. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevett kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, énekeljük tovább 32. Zsoltárunkat, annak énekünk második verse így folytatódik, hogy bűnömet el akarám hallgatni, és neked meg nem akarám vallani. Lelkünk épülésére, hitünk megerősítésére hallgassuk meg Istenünk írott igéjét, János evangéliuma 9. fejezetéből, annak első 11 versét. Így szó hozzánk Istennek írott igéje, János evangéliuma 9. fejezetének első 11 verseiből. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vak embert. Tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett,
ez vagy a szülei, hogy vakon született. Jézus így válaszolt. Nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire, majd így szólt hozzá. Menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak. Nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az. Mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette, én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle, akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szemeimet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most látok. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán, hogy teremjen bennünk gazdagon gyümölcsöt Urunk dicsőségére. Ezért gyertek testvéreim, imádkozzunk. Mindenható, örökkévaló Istenünk, alázattal borulunk le a te szent színed előtt, és könyörgünk hozzád, és megköszönjük neked, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat. Köszönjük neked, hogy szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak a nevében leborulhatunk a te színed elé. Urunk, hogyan is tudnánk méltóképpen megköszönni neked a te drága szeretetedet, irántunk való kegyelmedet, megköszönni azt, hogy megengedted nekünk, gyarló, bűnös embereknek, hogy ajkunkra vegyük a te háromszorosan szent neved, és azzal a bizalommal járuljunk hozzád, amellyel a gyermek közeledhet az atyához. Áldott légy, édesatyánk, hogy a te könyörületedet megmutattad és feltártad előttünk szent fiadban, a mi Urunk Jézus Krisztusban. És kérünk, édesatyánk, fogadd kedvesen a mi Isten tiszteletünket, a mi hálaadásunkat, melyel megköszönjük neked gondviselő jóságodat, melyel életünket hordoztad a mögöttünk hagyott héten is. Kérünk, áld meg számunkra ezt az órát, hogy valóban
a te kegyelmed munkálkodhasson a mi szíveinkben, és megerősítsen minket. Kérünk, hogy szólj hozzánk. Kérünk, hogy mutasd meg nekünk a krisztusi élet útját, és annak törvényét Szent Fiad által. Kérünk, cselekedj bennünk a te akaratod szerint úgy, ahogyan nekünk arra a leginkább szükségünk van. Kérünk, te légy az ige hirdetőjével, és te légy az ige hallgatóival is. Drága Istenünk, így szeretnénk szemeinket felemelni te rád. Hisszük és valljuk, hogy egyedül tőled jön a megtartatás, tőled jön a segítség, a vigasztalás és a megújulás. Kérünk, ne vess el minket orcád elől. Kérünk, hogy tégy engedelmes hallgatóivá a te beszédednek, hogy azt a szívünkbe zárjuk, és a te szent igéd követése által néked szolgáljunk. Így kérünk, Urunk, szent lelked által munkálkodj bennünk. Ámen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a 167. énekünket. 167. énekünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Istennek az a szent és írott igéje, melynek alapján az ő üzenetét ebben a vasárnapi órában hirdetem az ő szent lelkének segítségül, kérésével, hívásával és várásával. Írva található ez az ige János evangéliuma 9. részének 24. és 25. verseiben. Istennek írott igéjét annak magyarázatával leülve figyelemmel hallgassuk meg. Így szól hozzánk Istennek írott igéje János evangélium a 9. fejezetéből, annak a 24. és 25. verseiből. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki, dicsőítsd az Istent. Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnös-e, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, kedves gyülekezet! Az az ember, aki Úrnak vallja élete felett a Krisztust, mert hitáltal, kegyelemből övé az élete, az megtapasztalta, hogy Krisztus az ő igéje és szent lelke által hogyan végzi a maga munkáját a mi életünkben. Hogyan alakítja a gondolkodásunkat. Hogyan formálja a magatartásunkat. Hogyan változtatja meg a mi Urunk az életünket folyamatosan az ő akarata szerint.
emberi kapcsolatainkban is előfordulhat az, hogy a találkozások hatnak ránk. Van olyan, hogy találkozunk valakivel, és a találkozás következtében, a beszélgetés következtében lehet, hogy már kevesebbet panaszkodik az ember, mert rádöbben arra, hogy annak a másik embernek élete során sokkal nagyobb terheket, fájdalmakat, sokkal nagyobb nyomorúságokat kellett átélnie, és ilyenkor én inkább csendesen elhallgatok, és megköszönöm Istennek az erőt, amit megadott számomra a saját terheimnek a hordozásához. De habár ezek az emberi találkozások nagy hatással vannak, és nagy hatással lehetnek az ember életére, olyan hatással semmi nincs és nem is lehet, mint a Krisztussal való találkozás. És ennek bizonyítéka felolvasott történetünk, a vakon született embernek a meggyógyítása, aki találkozik Krisztussal, és hogy mit jelent számára ez a találkozás, illetve milyen változással jár az ő saját életében, ő ezt a következő szavakkal fogalmazza meg az őt számon kérő, az őt faggató farizeusoknak, írástudóknak. Egyet tudok, vak voltam, de most látok. És hogyha megkérdezzük, hogy vajon mi az, ami megváltozott ennek az embernek az életében azon keresztül, hogy találkozott az Úr Krisztussal. Nagyon egyszerűen, röviden válaszolhatunk erre a kérdésre egy szóban. Minden. Valóban minden megváltozott az ő életében. Olyan érdekes az, ahogyan ír János evangélista azokról az emberekről, akik korábban őt ismerték. Milyen emberekről? A szomszédokról, ismerősökről, talán rokonokról beszél. Még azt is el lehet képzelni, hogy valószínűleg a saját szülei, mert aztán később róluk is beszél a Biblia, tehát a saját szülei sem hittek a szemüknek, amikor már találkoztak ezzel az emberrel, úgyhogy látott. Mert Jézus meggyógyította őt. Kedves testvérek, ami azonban még nagyobb csoda, hogy az ember nem csak a testi vakságból gyógyulhat meg, hanem a lelki vakságból is. És ma is lehet az ember élő hitű keresztjénné a Krisztus munkája során, a vele való találkozás során. Nehéz az épp szemekkel, a látó szemekkel rendelkező embernek megérteni, nehéz nekünk felfogni azt, hogy ez az ember mit élhetett át, vagy min mehetett keresztül. Mert mi, akik látunk, vagy akik jól látunk, számunkra a legtermészetesebb dolog az, hogy gyönyörködhetünk a természetnek a színeiben. Nálunk természetes dolog az, hogy amikor nyugszik a nap, amikor lenyugszik, az ember talán megáll néhány pillanatra, és gyönyörködik annak a színeiben. Ez természetes nekünk. Ami annak az embernek nem volt az. Mert azt mondja róla János evangélista, soha életében semmit nem látott. Kedves testvérek, láthatjuk, hogy milyen szomorú helyzet ez, egy ilyen betegség. De van ennél még szomorúbb helyzet.
ez pedig a lelki vakság. Mert hogy erről is beszél Isten igéje, ez nem kevésbé szomorú, mint az előző, sőt, Jézustól tudjuk, hogy testileg vakon be lehet menni az embernek az Isten országába. Mert ha hisz, ha megbékült az Istennel, bemehet a mennyek országába, de lelkileg vakon nem. Az előző fejezetben, a 8. fejezetben beszél arról az Úr Jézus, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, nem járhat sötétségben, mert övé lesz az életnek világossága. Ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy akkor vagyunk mi igazán nyomorultul vakok, akkor vagyunk mi igazán sötétségben, ha nem ismerjük az életnek világosságát. Ha nem ismerjük a világ világosságát, és hogyha nem ismerjük az Atya áldozatát az ő szent fiában, Jézusban. Amikor az ember azt gondolja, hogy rendben van nekem a kapcsolatom az Istennel, és közben énekeljük, vagy énekelhetjük, és sokszor bele sem gondolunk, hogy milyen nagy igazságot fogalmazunk meg akkor, hogy ó Jézus, sárva csendben az ajtón kívül állsz. Aztán énekeljük tovább az éneket, mi mondjuk, hogy miénk vagy, te vagy a név a jel. Amikor az ember csak mondja, hogy ismerem az Urat, amikor csak mondom, hogy az ő közelében vagyok, te vagy a név a jel, aztán folytatódik az ének, hogy mi szégyen, hogy te légy az, akinek várni kell. Testvérek, megérthetjük ebből, hogy még nagyobb az a veszedelem ránk emberekre nézve, amikor valaki úgy van sötétségben, hogy közben azt gondolja magáról, hogy én világosságban vagyok. Ilyenek voltak a farizeusok Jézus korában, akikkel Jézusnak nagyon sok vitája volt. És ők voltak azok, akik úgy gondolták magukról, hogy mi látunk, és mivel ezt tartották magukról, ezért megmaradtak a vakságukban. A történethez visszatérve, a tanítványok, amikor találkoznak ezzel a vak koldussal, vajon mi fogalmazódik meg a szívükben? Hát nyilván ott lesz a szánalom, ott lesz a sajnálat, mint ami megtörténik velünk is, amikor találkozunk valakivel, találkozik az ember egy nyomorék emberrel, megsajnálja, szánalomra indul iránta, de hát végső soron a következő gondolata az, hogy én nem tudok rajta segíteni, főleg amikor nyilvánvaló az, hogy az orvos sem tud rajta segíteni, nem tud változtatni a helyzetén, az állapotán, nem segít rajta még a pénz sem, és éppen ezért a következő gondolata a tanítványoknak is egy vita, egy teológiai vita téma az, ami megfogalmazódik bennük, és amin elkezdenek gondolkodni, amin elkezdenek okoskodni. A kérdés így szól a tanítványok felől. Ki vétkezett? Hogyha az ember meg akarja érteni a tanítványoknak a gondolkodását, a logikáját, akkor ismerni kell ehhez valamennyire az ókori izraelitáknak a gondolkodását, a vallási világát, mert ezek a tanítványok jól ismerték a 10 parancsolatot,
valószínűleg eszükbe jutott a parancsolatnak az a része, hogy megbüntettem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed ízig, akik engem gyűlölnek. Aztán nyilvánvaló az is, hogy nem csak a parancsolatokat ismerték, hanem ismerték saját népük történelmét is, annak nyomorúságos korszakait is. Mert hát az embernek illik ismerni a saját történelmét, nekünk is illik ismerni a sajátunkat. És eszükbe juthatott ezeknek a tanítványoknak az, amiről többször olvashatunk a Bírák könyvében. Amikor többször elfordul Isten népe az Úrtól, és odafordul a bálványokhoz, nem kell sokáig várni arra, hogy Isten kifejezze népe iránt az ő nem tetszését, és ez azonnal jelentkezik abban, hogy a különböző szomszédos népek, ezek a bálványimádó népek, akikhez Izrael népe hasonlítani akart nagyon sokszor, ezek a népek megtámadják őket, elkezdik fosztogatni őket, sarcolják, megadóztatják őket hosszú éveken, van olyan is, hogy évtizedeken keresztül, és valóban igaz, hogy az Isten haragja nem csak azokat éri el ilyen módon, akik hátat fordítottak az Istennek, hanem eléri ilyen módon a gyermekeiket, sőt, akár még az unokákat, a harmadik nemzedéket is, hogyha több évtizeden keresztül egy-egy erősebb nép ott uralkodott és ott sanyargatta Izrael népét. Ám amikor Isten népe újra észreveszi azt, hogy szüksége van az Istenre, amikor újra elkezd a nép kiáltani az Istenhez, Isten meghallgatja a kiáltást. Jön, segít, felemeli az övéit. És valóban úgy lesz, ahogyan a parancsolat is folytatódik, de irgalmasságot cselekszem ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Mert Isten nem bántani akarja az embert, Isten nem lesújtani akar ránk, hanem kegyelmezni nekünk, és irgalmazni. Pál apostol azt mondja Istennek, az az akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére. Bár ez így van, ez így igaz, de attól mi még tudjuk, hogy nem fog minden ember üdvözülni, mert akiknek nem kell az Istennek a kegyelme, akik elfordulnak az Isten irgalmas közeledésétől, azokra nem várhat más, mint a kárhozat, mint az örök veszedelem. A tanítványok kérdésében ott van ez is, mivel látják, hogy ez az ember ilyen nyomorult módon született, így nőtt fel, nem ő vétkezhetett. Akkor kik? Azt gondolják a tanítványok, a felmenői. Akkor biztosan a szülei tehettek valamit. Bár Ezékiel próféta óta tudjuk, az ő tanításából tudhatjuk, hogy mindenkinek a saját bűnéért kell felelősséget vállalni az élő Isten színe előtt, mégis olyan sokszor előtör belőlünk ez a gondolat és ez az indulat, amikor nyomorúságot látunk, és hogyha valakinek van például egy rossz természetű gyermeke, egy rossz természetű unokája, nem történt még olyan,
hogy feltette az ember magában azt a kérdést, hogy vajon kire ütött az én gyermekem, vagy kire ütött az én unokám, hogy ilyen módon viselkedik, ahogyan. Bár tudja az ember lelke mélyén, hogyha erre a kérdésre válaszolhatna bárki is neki, az nem változtatna semmin, mégis sokszor előjön belőlünk ez az óemberi indulat és gondolat. A tanítványok alapvető kérdése tehát ez, ki hibázott, ki vétkezett. Mit mond erre az Úr Jézus? Olyan csodálatos Jézusnak a reakcióját szemlélni. Az Úr Jézus nem vitatkozik ennek az embernek az élete felett. És valóban ez mutatja, hogy mennyivel másabb módon gondolkodik az Úr Jézus, mint mi, bűnös, nyomorult emberek. Jézus nem vitatémát lát ennek az embernek a szenvedésében és nyomorúságában, hanem mi az ő reakciója? Megoldja azt a problémát, ami az embernek a fájdalma és nyomorúsága. Ott segít, ahol segíteni kell. Ő nem elmélkedik rajta, hanem meggyógyítja. Megadja az embernek, amire szüksége van. És közben rávilágít azért arra is, hogy az ő tanítványai mennyire helytelen módon gondolkodnak, mennyire ítélkező magatartást hordoznak magukban, amikor minden áron arra a kérdésre próbálják meglelni a választ, hogy miért van ez így, vagy ki hibázott, vagy kirontott el valamit, ki a vétkes, és nyilvánvalóvá teszi ezért Jézus számukra, hogy nem ezért van ez így, rossz irányba indultatok el, rosszul gondolkodtok, amikor minden áron erre a kérdésre próbálnátok választ keresni, és közben pedig nem veszitek figyelembe azt, hogy lehet megpróbáltatás, lehet betegség az ember életében anélkül is, hogy az élő Istennek valamilyen bűnért való büntetése lenne esetleg. Vagy fordítva is fogalmazhatunk, nem kell ahhoz valamilyen konkrét vétket elkövetni, hogy a mi életünkben megpróbáltatások legyenek, nyomorúságokat kelljen hordozni, betegségeket, fájdalmakat kelljen elviselnünk. És ezért rossz a tanítványok kérdése, és rossz az a kérdés is, amit aztán a tanítványok gondolata mentén mi magunk is tovább viszünk, amikor megfogalmazzuk magunkban veszteségek, próbatételek idején, hogy miért büntett engem az Isten. Isten gyermekeinek tudniuk kell, Isten megpróbál minket. Próbára tesz, és a próbákon keresztül még erősebbekké leszünk. Még szilárdabb lesz Isten gyermekeinek a hite, a reménysége, a hűsége. Kedves testvérek, Jézus így fogalmaz az ő válaszában. Azért történt ez, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek ő benne. És itt érdemes egy kicsit megállni, és érdemes azt a kérdést feltenni, azon elgondolkodni, hogy mi az Isten dolga. Mi lehet az Isten legfőbb dolga velünk, emberekkel? Tudjuk mi? A megváltás, a szabadítás, az üdvözítés. És ezt figyelhetjük meg a Szentírásban, hogy Istennek a legdrágább dolga az, amit Jézus halálával, Jézus feltámasztásával,
az ő mennybe menetelével, aztán Szent Lelkének az elküldésével elvégzett és elkészített. És ennek nyomán tegyük fel a kérdést, tegye fel mindenki saját magának a kérdést. Vajon nyilvánvalóvá vált-e már az Isten megváltó munkája, az ő megváltó dolga a te életedben, meg az én életemben? A bűnbocsánatnak a dolga, a szabadításnak a dolga, a vele való teljes megbékélés, a kegyelem által történő megújulás. Tehát az élő Istennek ezek a dolgai, ezek a munkái nyilvánvalókká lettek-e már mi bennünk, a mi életünk felett? Felismerhetők különböző helyzetekben? Mikor lehet ezt felismerni leginkább? A fájdalmak, a megpróbáltatások idején, a veszteségek idején, a hétköznapi élet ezer gondja között, a bajok közepette, és hogyha úgy tudjuk látni saját magunk életét, életünk nyomorúságait, szenvedéseit, szomorúságát és félelmét, hogy ez azért van, és ez azért történt, hogy az Istennek a dolga, az Istennek a munkája nyilvánvalóvá váljon az én életem felett. Vagyis, hogy megmutassa az élő Isten, hogyan viselje el az ember, hogyan viselje Isten gyermeke el ezeket a terheket, ezeket a gondokat, akkor már is érezhetjük, és tapasztaljuk, hogyan bontakozik ki az Isten dolga, az Isten munkája a mi életünkben is. És megértjük azt, ami korábban lehet, hogy értelmetlen volt számunkra, és akkor kellőképpen tudjuk már értékelni a körülöttünk zajló eseményeket, mert tudjuk, hogy az élő Isten munkálkodik rajtunk, és munkálkodik bennünk. És hogyha ebből, az ő munkájából, lehet, hogy ebben a pillanatban az ember alig-alig lát csak valamit, de akkor is tudjuk, mert Isten gyermekei hiszik és vallják, hogy Isten dolgai egyszer nyilvánvalókká lesznek bennünk és általunk. Egyszer eljön az idő, amikor még az is lehetségessé válik, hogy hálát tudunk adni azért, ami korábban fájdalmas volt számunkra, mert kiderül, hogy éppen azok a fájdalmas és akkor még értelmetlennek látszó dolgok voltak az eszközök az Istennek a kezében, amelyeken keresztül tudott dolgozni, tudott munkálkodni a mi életünk felett. Vagyis arról beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy az élő Istennek célja van ennek a koldusnak az életével. Ennek a születése óta beteg, vak embernek az életével. Sokkal többről beszél itt a Biblia, mint testi vakságról, illetve a látásnak a visszanyeréséről. Mert itt arról van szó, Isten munkája hogyan válik igazán dicsőségessé egy ember élete felett. De micsoda itt az Isten dicsősége, kérdezhetjük. Testvérek, a felolvasott ige szakaszban az Úr Jézus két dologról beszél.
miközben meggyógyítja ezt az embert. Az egyik az, hogy ő a világ világossága. Kijelenti itt, hogy ő az, aki azért jött, hogy világosságot hozzon ebbe a sötét világba. És ő nélküle valóban csak sötétben vagyunk, csak vakon tapogatózunk. A másik viszont, amiről beszél az Úr Jézus Krisztus, az ő feladata, az ő munkája, az a küldetés, amire elrendeltetett, amiért az ige testé lett, és közöttünk lakozott, amiért eljött közzénk a Fiú Isten. De mi ez a munka? Mi ez a feladat, amivel kapcsolatban az evangéliumokat olvasva megfigyelhetjük, hogy az Úr Jézus, a Fiú mindenben igazodott az Atya akaratához. Mi volt ez a feladat? A kérdésre a választ nagypénteken kapjuk. A Golgotán. Mégpedig, ha felidézzük Jézus szenvedését, halála előtti utolsó pillanatait, utolsó szavát. Itt kapunk választ. Mi volt az Úr Jézus utolsó szava a kereszten? Elvégeztetett. Akkor mi a legfőbb munkája az Úr Jézusnak? A megváltás, az üdvözítés. De mivel Jézus mindenben és mindenkor az Atya munkáját akarja végezni, ránéz erre a vakra, erre a koldusra, és pont azt látja, hogy itt még valami nincs készen. Itt még valami hiányzik ennek az embernek az életéből. És mit csinál Jézus? Figyeljük meg, csodálatos dolgokba nyerünk bepillantást ezen a történeten keresztül. Sarat csinál. Rákeni erre az emberre. Ha elkezdjük olvasni a Biblia első lapjait, a teremtés történetet, ott is nagy szerepe van a föld porának. Mert ott arról van szó, hogy Isten az embert a föld porából teremtette, a föld porából alkotta meg. Mit csinál Jézus ebben a történetünkben? Tulajdonképpen ugyanezt kicsiben. Teremt a föld porából. Felragyog az Isten dicsősége az ő teremtő munkáján keresztül. Mert hogy a vakon született nem egyszerűen egy beteg ember. Nem valakiről beszél itt az ige, aki lehet, hogy megszületett egészségesen, aztán vagy baleset érte, vagy valamilyen betegség, és akkor annak következtében esetleg elveszítette volna az ő látását, az ő szemevilágát. Itt nem erről van szó, hanem arról, hogy ez az ember soha nem volt képes arra, hogy lásson. Valahol ez történt velünk is, emberekkel, csak lelki módon. Lehet, hogy mi azt mondjuk, látunk a testi szemeinkkel, a kérdés itt inkább az, és a lelki szemeinkkel is látunk, mert hogy betegségeknél, amelyek megtalálnak bennünket, fájdalmas helyzetekben, családi problémáknál talán, vagy akár veszteségeknél, halálesetnél, tragédiáknál, felteszi ma is az ember a kérdést, hogy miért? Hogy miért történt ez velem? Ahelyett, hogy egy másik kérdést tenne inkább fel. Mert Jézus a tanítványok gondolkodását egy másik irányba vezeti. Mi ez a másik kérdés? Úgy hangzik, mi célból? Hova vezet az a helyzet, amiben én vagyok? Mire szeretne megtanítani? Mire szeretne rávezetni?
az én Uram engem azon a helyzeten keresztül. És így egyre tisztábban ragyogna fel előttünk Isten igéje, amit Pál apostol a római gyülekezetnek megfogalmaz, hogy minden a javukra van azoknak, akik az Istent szeretik. Ám ennek felismerésére Jézus nélkül nekünk semmi esélyünk nincs. Jézus nélkül mi sem juthatunk el idáig, ahogyan ezek a tanítványok is önmaguk bölcselkedésével, okoskodásával, ítélkező magatartásukkal csak csődöt mondhatnak. Jézus tehát a sárból látó szemeket alkot, meggyógyítja ezt a vak koldust, a világ világossága látóvá teszi ezt az embert, de van ennél egy sokkal fontosabb dolog is, ami benne van ebben a történetben, és ezt különösen a történet végén láthatjuk meg, mert hogy az Úr Jézus ezt az embert az igazi élet, az üdvösség birtokosává is teszi. És ilyen módon lesz nyilvánvalóvá az ő életében az Istennek a munkája. És lehetne tovább gondolni ezt a történetet, hogy a vakon született ember hogyan találkozik Jézussal. Úgyhogy tulajdonképpen Jézushoz őt a nyomorúsága, a betegsége vezeti. Nem tudjuk, nem biztos, hogy találkozott volna ez az ember Jézussal, hogyha egészséges. Persze tudjuk azt is, hogy nem minden beteg gyógyul meg a testi betegségéből, de olyan sokszor elmondja az ember, hogy nyomorúság idején, betegség idején, fájdalmak idején hallotta meg a leginkább az őt megszólító, az őt szólítgató élő Istennek a szavát. Nagyon sok ember elmondja és elmondhatja ma is, hogy a nyomorúsága, az a megpróbáltatás, amiben része volt, vagy az a mélység, amelyet meg kellett járnia, eszköz volt az Isten kezében, arra nézve, hogy az Isten őt közelebb juttassa, közelebb emelje saját magához. Kedves testvérek, a mi emberünknek még el kell menni megmosakodnia, erről szól a történetnek a vége, azok a ige versek, amiket felolvastam. Igazából ez lesz az ő hitének a próbatétele. Elhiszi-e azt, hogy abból a nyomorúságból, amiben ő van, van kiút? Van abból szabadulás? Még hogyha mindenki más ennek az ellenkezőjét mondja is, bizonygatja. Vajon elhiszi ezt? Ez a most még beteg ember? Kicsit olyan ez a történet, hasonlít ezen a ponton az ószövetségi Naamán történetére. Aki szeretne meggyógyulni, hosszú utat tesz meg annak érdekében, ahol állítólag meggyógyíthatja őt az élő Istennek a prófétája. Aztán, amikor nagy nehezen eljut a prófétához, az megüzeni neki, ott a Jordány, menj le és fürödj meg hétszer, és meg fogsz tisztulni a leprából, akkor Naamán megmakacsolja magát ezen a ponton. És úgy gondolja, hogy minek jöttem én ide. Ez fog segíteni rajtam. A fürdés fog segíteni rajtam. Nem jött ki hozzám a proféta. Úgy gondoltam, hogy rám teszi a kezét,
és úgy majd megtisztulok a leprás fótoktól. Nem ez történt, más dolog várta őt, mint amire számított, csalódott, és a csalódásnak az érzése inkább hazavinni őt, a büszkeség inkább hazavinni őt ahelyett, hogy megtenné, amit az Isten prófétája mond neki. És aztán vannak mellette olyan emberek, akik meggyőzik. Akik azt mondják neki, hogy ha többet kért volna tőled, ha nagyobb dolgot kért volna tőled, nem megtetted volna? Hát akkor menj és fürödj meg. És megfürdik 7-szer, és eltűnnek a leprás foltok. Történetünk főszereplője, ez a vakon született, elmegy a Siloám tavához. Megmosakszik, lemossa azt a sát magáról, és azt olvassuk az igében, hogy lát. Megtapasztalja az Isten csodáját. Ez történik ma is, amikor Krisztus megszólít, megérint, meggyógyít és üdvözít valakit. Kezdi látni az Isten nagy hatalmát, az ő munkáját az élet eseményeiben. Van tehát egy vak emberünk, akiben mások nem látnak csak megváltoztathatatlant, csak javíthatatlant, csak a bűnnek a következményét, Jézus az, aki nem. Ő az egyetlen, aki meglát egy másik lehetőséget, egy másik utat, egy másik életet számára, akivé általa lehetünk. Kedves testvérek, így lehet miénk az életnek világossága, és hagyjuk, hogy úgy szólja hozzánk az ő teremtő szavát, hogy minket is újjá teremtsen. Ámen. Énekeljük 446. énekünk első versét. 446. énekünk első verse így kezdődik. Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te vagy a világ világossága. Te vagy az, aki bevilágítasz a mi életünkbe. Köszönjük, hogy irgalmas Úr vagy, és segíts rajtunk, hogy megismerjük egyre jobban a Te kegyelmedet. És Urunk, adj világosságot a mi szívünkbe, hogy lássuk, hol vagyunk a hozzád vezető úton, és adj vágyat a szívünkbe, hogy hadd akarjunk egyre közelebb kerülni hozzád. Köszönjük a Te szeretetednek a vonzását, és Urunk, segíts, hogy komolyan vegyük a Te drága igédet. Köszönjük, hogy Te újra meg újra ajándékaiddal veszel körbe minket, és Urunk, köszönjük, hogy valóban mi nekünk jó okunk van arra, hogy hittel szólítsunk meg téged, és hittel kérjünk tőled. Könyörgünk most azokért, akik betegségeket hordoznak, segíts meg őket. De könyörgünk azokért,
akiknek különösen nehéz most az életük, akik gyászban vannak, kérünk, hordozd az ő fájdalmukat, és tedd könnyebbé a gyászukat, hogy rád figyelve tudjanak megbékülni mindazzal, amit te megengedsz a mi életünkben megtörténni. Urunk, kérünk, légy a mi őriző pásztorunk, légy bölcs tanácsadónk, gondviselő édesatyánk a ránk következő héten is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Énekeljük hitvalló énekünket, mindig velem, Uram, mindig velem. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Énekeljük záró énekünket, 446. énekünk, második és harmadik versét énekeljük, ki minden vétket megbocsát, s bűnünk eltörli Jézus. Thank you.